Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Shadow of Mordor harmadik epizódja. Az előző részben felszabadítottunk rengeteg területet és konfrontálódtunk ezzel azzal, továbbá megcsináltunk néhány fegyverfejlesztős küldetést, úgyhogy itt az idő, hogy megnézzük magunknak egy konfrontációsat. Gyerünk! Bár ez nem egy main mission, de nagyjából körvonalazódik majd, hogy mire is valók ezek a küldetések. Ugye a játék annyit ír, hogy spéci ajándékot kapunk, hogyha teljesítjük ezeket. Hát valószínűleg rúnákról van itt szó. Úgyhogy nem kell túlságosan túlbonyolítani a dolgokat. Új! Itt van bent egy inteles csákó. A legutóbbit amúgy is elcsesztük, úgyhogy... ez most talán jobban fog menni. Oké. Intel. Na nézzük. Ő tartozik a main missionünkhöz, nagyszerű. Akkor keressünk. Weakness known, already known. Already known. Oké, akkor nézzük meg egy újabb kapitányt. Hű! De szép vagy. Vérvihar. Van egy neved. Na akkor tőle búcsút veszünk így. Szemet szúr neki az igazság, tökéletes. És... a rabszolgától kapjuk az intelt. Oké. Nézzük meg a Bloodstorm mit tartogat. Combat finisherre érzékeny, béna, tehát könnyen el lehet kapni. Könnyen kinyírják őt a szörnyek, és fél a lángolástól. Viszont egy csomó ellenfelet hív maga köré. Továbbá ugrabugrál, van egy csomó követője, és regenerálódik. Oké. Ez easy peasy-nek hangzik. Akit könnyű elkapni, az könnyű kivégezni is, úgyhogy innentől kezdve ez már ugye nem kihívás. Na nézzük. Konfrontálódjunk. Így korán reggel. Gondolom hallatszik a hangom, hogy éppen most riadtam föl álmomból. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... Flashburner. A kis torcsfej. Na jó, gyerünk, nézzük meg, hogy mit tartogat a küldi. Ott van. Defeat, oda Flash Burner, bonus objective. Nem bírtam végigolvasni. De csúnya vagy, bakker. Kill all five gang followers. Oké. Egytől. Kettő. Háromszor. Négyszer. Ötször. Kész. Nem lehet stealth killezni. Na jó, akkor téged most így intézünk el. Ha egyedül van a kapitány, akkor igazából nem jelent nagy kihívást. Így. És így már el is lehet kapni. Így. Kicsit megszurkáljuk. Így, hátulról úgy, akupunktúrás kezelést a gerincébe, és jó éjszakát, és kaptuk egy íjászrúnát. Nice! Továbbá egy csomó XP-t és Mirjant. Hey! Szutyi! Megint egy izébe, Fortressbe vagyunk, azért vannak ennyien. Jó. Szedjük fel a rúnát, még mielőtt itt marad. Na már, ha föl tudnám. Nem hagynak nekem nyugtot. Oh my god, ezt még nem is láttam. Hi. Kerebrimbor mindig segít. Jó. Na, szóval hagytok nekem nyugtot végre? Köszönöm szépen. Ez egy arany rúna. Recover 5 health on headshot kills. Nem is hangzik ez annyira rosszul. Mindjárt megnézzük, hogy mivel rendelkezünk még. Hát ez volt a kis powers, nem power struggle-os, hanem konfrontációs küldetésünknek a eredménye. Nézzük, hogy mi van a rúnákkal? Azt mondja, hogy I.
Broken Mind, mi volt ez a... Ja, ez a 31%-os... Oké, azt abszolút elecseljük. Kis HP recovery-re. Nagyon jó. Nézzük az upgrade-eket. Ó, itt még mindig nem elérhető semmi ügy a küldetések miatt. Itt viszont bepöccinthetünk. Esetlegesen egy... Ja, legyen az elf shot. És akkor így tier 2-ben van már mindenünk. Aztán majd most megpróbálunk majd specializálódni. Oké. Azt mondja, hogy... hát, igazából oldjuk föl szerintem. Ó, ezt nem is lehet feloldani külön? Jó, akkor csapassuk ezt a Power Struggle küldetést. Haladjunk egy kicsit a sztorival is, azt mondom. Elég szépen végig lehet is sprintelni mindenen, ha az ember ugrabugrál egy kicsit, bár nem értem a logikát mögötte, hogy miért pont akkor tudunk begyorsítani, amikor átugrunk valami fölött. Ez számomra egy kicsit magas, vagy nem tudom, hogy akarták ezt a fejlesztők, vagy hogy miért, de mindegy, ez így van, úgyhogy így van. Hopp. Blue bigyó. Blue milk. És egy kis ingyen XP. egyszer volt, hogy kilőttem csak így random egy tüzet, és pont egy olyan kapitány volt a tűz mellett, aki félt az égéstől. Úgyhogy hívott magára egy jó kis csapatot, de végeredményben el lehetett vele bánni, úgyhogy nem volt nagy probléma. Jelenleg mindent összegyűjtök, mert már elfelejtettem, hogy mi a survival küldetés, de azt is meg lehet egyébként nézni. Á, ott van Nifrendi Lothrond. Fehér virág, sárga gomba. Így nekem könnyen megjegyezni, mint ezeket a kacifántos elf neveket. Jaj, be van dugulva még a fülem is. Jeez. Oh, Flying Monster. Arra emlékszem, az még kül... Hogy már nem? De az volt, jó, oké. Completed. Mi a következő? New challenge. Three Karagors. De ez már annyira nem egyszerű. Karagor az már visszatámad. Ó, oh, ezért is jött a reward. Nice. Ó, oh, oké. Okay. Oh, hello, Redbag. Ugye láthatjátok a különbséget egy uruk és egy ork között. Ő egy ork. Nyeszlet kis vézna senki házi, aki ráadásul gyáva is. Oké. Okay. A voice acting egyszerűen fenomenális. Oké. Goroth? Karagor Tamer. Na, akkor ő ellene nem lehet karagorokat uszítani. Jó, sapia. És akkor nézzük, vulnerable to mounted beast. Ó, oh, de! Hó, pont az ellenkezőjét várná az ember. Fél a karagoroktól is, és sebezhető, könnyen sebezhető karagorok által. Oké. Okay. Viszont nem lehet távolról eltalálni, illetve megsebezni. És heavy attack, tehát nagyot sebez, hogyha eltalál. És természetesen gang leader, tehát van vele egy egész csapat szemétláda. Oké. Okay. No problem, Ranger.
something would have happened to them. You wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? Well, I would hunt them down. How? They're not very popular around here, and they know it. Uh-huh. But you can find them. Oh, yes. That better show you the way. You help me. Let's stop laughing about that. First, take care of a certain captain and a few Caragors. Come with me, Ranger. Okay. Tehát a lényeg az, hogy segítünk Redbegen, ő segít rajtunk, ugye? Ki kell nyírnunk a... Hát az a főküldetésünk tulajdonképpen, ki kell nyírnunk a Warchiefeket. De... Nem túlságosan gyakran járnak elefelé. Viszont Redbeg előtt tudja őket csalni, ugye a Power Struggle-ök által, hogyha minél följebb érthetjük ezt a kis szerencsétlent a ranglétrám, annál közelebb kerülünk majd a Warchiefekhez, így a csóka is jól jár, és végül is mi is, mert előkerülnek a Warchiefek, akiket ki tudunk nyírni. Of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. How did you get free, scum? Okay. És megtanulhatjuk, hogy harcolunk a Heavy-kkel. Átugrunk fölöttük, és szétcsapjuk a fejüket, amíg lehet. Oké. Okay. És meg kell, bónusz objektív, meg kell gátolnunk, hogy Redbeg sérülést szenvedjen 50%-at. Majdnem. No! Space! No! Oh, Space! Wow! Igen, ezekről már meg is feledkeztem. Később lesz majd egy képességünk, amivel már átugrás közben stunolni tudjuk a... Na, gyerünk! Ah, shit. Kirúgtuk a pajzsa alól. Konkrétan, oké. Okay. Oké. Okay. Megvan a bónusz küldetés is. Jó. Az a járás. Isten. Nem tudom eldönteni, hogy vicces vagy szágalmas. Akkor egy ork fölegyenesedve próbál járni. Na, ha benn vagyunk most már a Stronghold területén, tehát ha itt észrevesznek minket, akkor az már riadó. Egyébként egyfolytában erről a Karagor leaderről beszél. Akit majd ugye ki kell csinálnunk, akit az előbb látunk, de mivel egy Strongholdban vagyunk, és már most látok két Karagort a kis térképen, ezért szerintem nem lesz akkora probléma. Search for Goroth without rising the alarm. Oké. Na, először a torony. Az biztos, hogyha innen már látunk mindent. Hup. Gyerünk, az a szín. Well, pardon, Kerebrimbor. Nem tudom, miért ezek a vizuális effektek neked nagyon bejönnek. Lehet azért, mert jól néznek ki. Na jó. Ez megvan. És arra megyünk. Awesome. Oké, te kicsit sokan vannak. Csá. Ugye ez egy stealth mission, tehát úgy kéne bejutni, hogy ne vegyenek minket észre. Föl tudok mászni, anélkül, hogy kiszú... Úristen, mennyi vagytok itt. Csatában ez nem nagy problém, csak hát ugye nem kéne riadóztatni. Mert megálljuk, hogy visszafordul a nagy fiú a fákjával. Aztán felfutunk. Gyerünk. Magaslati levegő az mindig az előnyünkre fordul, tehát igazából nem nagyon másznak utánunk, hogyha nem muszáj.
Wow, ez egy merész átugrás volt, nem is igazán így terveztem a dolgot, de mindegy. Nem tudok ráugrani innen. What? Pillanat, innen nem engedi a kivégzést. Oké. Okay. Jó. Micsoda fegyver kompozíció, buzogányos bolta. Durva. Oké, itt nincsen Goroth. Akkor meg kell néznünk a következő helyen. Viszont itt lent láttam egy kis apa, trinketet. Azt még felszedjük. Oh, wow. Ó, oh, nem ide bent van, oké. Okay. Ide bent. Ez egy grog bowl. Wow. Ebből itták a grogot az orkok. Fantasztikus. Mindenféleképpen kiemelkedő példány a gyűjteményünknek, azt kell mondjam. Ó, oh, itt átférek. Ó. Oh. Wow. Oké. Okay. Ja igen, Uruk, tehát most Kereműnban megemlítette, hogy milyen elfajzott, hogy is mondjam, egyedei a fajtájának. Ugye tudni levő, hogy az orkok és az urkok azok is elfek voltak egyszer. Bizony, én lesokkolódtam, amikor először hallottam. Csak hát valamiféle átok miatt hát így elfajzottak orkokká meg urkokká. Érdekes. Még egy távol. A fortification of my house, made in stones of memory. No. Ha minden igaz, oda lent lesz, amit keresek. Ó, ez az. Ezt pont így képzeltem valahogy. Ott vagy. Ó, oh, no, 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 meg fog látni. Ugye Goroth sebezhető állatok által, úgyhogy most be is parázik. Fear of Karagorz, yeah. Run! Így már könnyű lesz kicsinálni. Júj! Kill Goroth, oké. Okay. Ó, wow, nem halt bele egy finisherbe, nice. Na majd akkor még egybe. És ennyi. Látjátok, ha jól választjátok meg az eszközeiteket, akkor írtó könnyű kicsinálni a kapitányokat. Nagyon kevés kapitánnyal találkoztam, aki tényleges kihívást jelent. Ugye most Redback följebb került a ranglétrán. Le, nem tudom beszélni, ranglétrán. Így előléptették. Power az most már nála 6, tehát 6-os erősségű kapitány lett. És így jutatjuk majd őt egyre feljebb a ranglétrán. Később persze... Később persze más kapitányokat is brandelhetünk, azaz magunk mellé állíthatjuk a lidércerünkkel. És azokat is följebb pöckölhetjük a ranglétrán, illetve hogyha már brandelve vannak, az azt jelenti, hogy bármikor instant killezhetem őket, és nem fognak bántani se ő, se az emberei minket, hogyha meglátnak. Eléggé vicces, mikor mindenkit már körbe brandeltetek a játékban, és az összes kapitány az alátok tartozik, és... megidézitek őket, hogy mindenki körülöttetek legyen, és egyszerre kinyírjátok. Annyi runát lehet így bezsebelni, hogy az valami hihetetlen. Hát nem igazán tetszik nekik, hogy Redback lett az új kapitány. Hú, de örül magának a kis nyavajás. Pedig nem tett semmit azért, hogy följebb kerüljön. Na jó, ez a küldi done. Oké. Okay. Aztán van itt egy hunting küldi, ahol karagorokat kell ölni. Úgyhogy csaljunk ide néhányat. Oké.
Pillanat. Ugye most már tudunk mountolni. Egyet kinyírunk. Ó, headshotolni kéne, de oké, hárommal is sikerül. Jó. Van itt még karagor, csak kéne néhány lövedék. Ip, shit, nem ezt akartam. Oh my god. Oh, oké. Okay. Oh, felhúzták az alarmot. Ez gáz. Wow, wow, hey, ho, no. Easy. Easy. Oké, okay, ez dead. Nézzük, hol a többi. Ott van még egy. Egyfejes. Kétfejes, ezt most csak a hunting challenge miatt csinálom, sem másért. Egy mékas. Ezzel is lehet terelni a figyelmüket. A Far Cry 4-jel ellentétben itt elég sokszor használtam mékast. Ugye, ha elrejtőzünk, akkor lehúzzák a riadót, és könnyebb lesz meglépnünk. De jelenleg nem ez a cél. Oké. Okay. Hunting challenge completed. Nice. Na most már lelicelhetünk. Három karagor megvan. Négy darab patkány. Oh. Oké. Okay. Ez valami micskével azért könnyebb lesz, mint a vadállatoknak a... Oh. Lecserkészése. Ez is ilyen véletlen, folytán elkövetett mellékküldetés szokott lenni nálam. Keresztül szaladunk néhány patkányon. Hey, ingyen XP. Imádom ezt. Fehér virág, azt hiszem az még kell. Ezt gyorsan bezsebeljük. Tetszik ez apróság, tényleg apróság. Tetszik az animáció, amikor így lenyesed a virágot, és ilyen kis zöld forgács kíséretében így eltűnik, tök jó. Nekem nagyon bejönnek ezek az apró cseprő dolgok. Na jó. Vagyunk itt. És kaptunk millió tonna küldetést. Power Struggle, és itt van egy Shattered Memories. Jó, nézzük ezt a Shattered Memories-t, aztán csinálunk még valami mellékest. Annyira el lehet lenni egyébként. Rengeteg időt el lehet cseszni a játékra. Ó, ott van egy rabszolgalázadásos küldés, oké. Okay. Spook? A Spook. Akkor a patkányokat valahol máshol kell keresni. Aztán majd lassan megmutatom azt is, hogy hogy kell karagoron... karagorolni. Az kapitány? Nem, csak a piros gatyája miatt gondoltam, de ezek szerint tévedtem. Pedig a piros gatya az menő. És kapitányoknak való, egészen biztos vagyok benne. A billentyű kiosztás egy kicsit funky, de ugye, mint mondtam, kontrollerre lett tervezve, de én nem. Egyszerűen nem áll kézre a kontroller. Ha egyszer valaha kijön a Nio, akkor talán, de csak is akkor fogok kontrollerre próbálkozni, de lehet, hogy még azt is megpróbálom először. Oh, basket fragment. Elkaptak egy rabszolgát, aki el akart menekülni. Akkor talán megpróbálkozok majd egy kontrolleres irányításra, de valószínűleg azt is billentyűzettel fogom elkezdeni. Renewed. 34%, hogy visszakapunk 5 HP-t a bow killen. Na, erre most van egy 100%-os, tehát ez tuti, hogy visszakapunk 5 HP-t. Tehát, jó, stackelődik, tehát 10 HP-t kapnék vissza, hogyha sikeresen proccolna a képesség, de mindegy. Fejleszünk. Szerintem a kardon, mert arra amúgy is sok-sok rúnánk van. Ugye most elkerül ide a negyedik, aztán majd ide jön az ötödik. Nézzük. Ki ez a lángragyújtós cucc, ez pedig a... Never surrender. Oké, okay, I take it. Jól hangzik a soha nem adjuk meg magunkat dolog. Ah, és arrafele van egy ilyen tünde felirat. Itt összeszedünk. What the fuck? What? Oh, fönt lesz, oké. Okay. Itt lesz. Valahol. Akkor a túloldalt? Oh, ott is volt. Sorry. Jó. Remek, ez is egy kis bónusz cash.
Na szóval. Kell még a fehér virág, vagy már csak a... Vigyóka, gomba. Uppot, elszabadult néhány karagor. Jobb lesz nem szórakozni vele. Ó, itt van még egy Power Strike, nem, egy konfrontációs küldetés. Miért is ne? Ezek nem tartanak túl sokáig, érdemeseket megcsinálni. Szúgy! Oh my god. Ugorjunk is fejest bele. Asgham the Crusher, Elite Captain. Oké. Do it. Do it. Az a baj ilyenkor, hogy még nem tudunk semmit a kapitányokról, tehát nem tudjuk a nehézségeit, meg a könnyűségeit. Ez elég belesznek tűnik, és zúzónak, úgyhogy valószínűleg oda-vissza tud minket dobálni. De először ugye meg kell szabadulnunk a followerjeitől. Ez egyértelmű. Megnézzük, hogy vulnerable a távolságira. Oh, invulnerable a range-et. Oké. Okay. Na gyere! De szép nagy kalimpácsod van. Milyen friend? Most jutottam ki az egész családodat. Gyere! Pup! 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 Oh shit, mellé nyomtam a Wrath-et. Sorry! Oké, és... Oké, a combat finisherre érzékeny. Elkapjuk. Áú, nem jelezte, hogy... Nem engedett védekezni, ez érdekes. Akkor combat finisherre végzünk vele. Ennyi. Ez volt most, ez állt most kézre. Ej, és egy golden. Egy arany rúnát kaptunk. Ej. Ti még mindig jöttek? Oké, okay, akkor először szépen lassan eltakarítunk magunk körül mindenkit. Itt egy interes csávó is, megpróbálom majd elkapni, de nem tartom valószínűleg, hogy sikerülni fog. Ilyen nagy tömegben elég nehéz pontosan célozni a finisherekkel. That's gonna hurt. Ó, de sokan vagytok, bameg. Nem sok időm lesz így szórakozni a célzással. Ó, basszus. Annak már nem lesz több problémája a lumbágójával. Elszaladt a... Na, jó van. Elszaladt a izés, interes csávó. Te kit akarsz? És mit akarsz még itt? Na, felszedhetném végre a rúnámat? Köszönöm szépen. Recover 10 health when you stealth drain or... Oké. Okay. Ez érdekesnek hangzik. De nincsen... Ajjajjaj. És ez csak 10 HP, tehát nem full HP. All focus and health and killing, oké, okay. Ez pedig a brand és a stealth, oké, okay, akkor ez annyira nem lényeges. Jó, let's move on. Ugye ide igyekeztünk éppen. Akkor hajrá. Most nézve nem is méterben méri, hanem lábban a távolságot. Ezekkel a amcsi mértékegységekkel mindig gondba vagyok. Viszont van egy csomó felszedhető cucc, azokat gyorsan összekalimpázzuk a pénz érdekében. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ó, ott egy valaki. Ki vagy? Na. Mugris, Iron Arm. Vaskezű Mugris. Hát nagyon jó neved van, meg kell hagyni a dolgot. Na de hol van a kis cumónk? Itt van. Találunk. Minden nyomaját összeszedünk a földről Mordor környékén. Ó, egy csapágy. Egy exkavátor csapágy. Hopp, itt van. Azt is valami orkok találták meg. Oké. Okay. Na de nyomás tovább.
For years we stood on top of the Black Gate, looking into Mordor, seeing nothing. We were asleep. The murderous rhythm of the Dark Lord's war machines will awaken all. We must break them. Egyetértek, Celebrimbor. Szét kell csapatni. Ó, sárga gomba kell már csak, oké. Szét kell csapatni Sauron cuccait. A Shadow of War-ba, ugye ennek a játéknak a következő részében már elméletileg magával Sauronnal is konfrontálódni fogunk. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog ez zajlani. Ugye ez a játék a Gyűrűk Ura eseményei előtt játszódik jóval. Úgyhogy valószínűleg nem ölhetjük meg Sauront. Ó, de jól néz ki. Ranger's Cloak Gasp. Egy Ranger köpenyének a csatja volt. Oké. Okay. Ó, fölöttünk egy íjász. Hi! Szíven szúrta a történetünk. Na, gyerünk. Wow! Ugye ez megint egy olyan küldés lesz, ahol Gollamot kell majd követni. Nye. Fakul. Elvezet minket egy újabb Celebrimbor artifakthoz. Nagyon frankon megcsinálták ezt a kis szerencsétlen lényt. Én akár egyszer meglátom, elmegy az életkedvem is. Minket nem csíp. Tehát az már biztos, hogy Gollam nem csipáz minket. De Celebrimbort fehér mesternek hívja. Tehát valószínűleg tudja, hogy ő készítette a gyűrűt. Nem is fehér, bocsánat, világos mester, bocsánat. Bright Master. Ugye Gollam mindenkinek a kegyébe akar férkőzni, aki valószínűsíthetően közelebb viszi a drágaságához, ugye a gyűrűhöz, és Celebrimborról érzi, hogy ez megteheti. Tőlünk viszont, meg akar szabadulni, az egyértelmű. Megyünk már. Jeez. Follow Gollam. Oké. Precious, precious. Na, haladunk, hogy mi van? Miért is bujkálunk? Félkézzel el tudnám intézni az összeset, aki itt van. Menj már, Gollam! Nem érek rád! Azt meg énekel, hát ez hülye. Kill two archers with headshots. Easy. One. És még énekel is a hülye állatja. Kill the archer. Yep. Oh. Ezek rettentő könnyű mellék küldetések, illetve bónusz objektívek, de lesznek majd köztük igazán nehezek is később. Például amikor körülvesz 100 ork és beírja, hogy egyszer se üssenek meg, az úgy jó tud lenni. Meg, ó, lopnak tőlünk, mint zsákosék. Cool. Mindenféle kikacsintás, amit csak azoknak jelent valamit, akik látták ugye a Gyűrűk Urát. De mint kiderült, közületek sem mindenki látta egyik részét sem, aminek kicsit meglepődtem. Ó, ez jégeső? Ez jégeső, basszus. Holy shit. Magyarországon játszódik az egész? Oké. Mennénk? Vagy valami? Find the vision artifact. Oké, arra fele kell mennünk, de
Megejtünk ide egy kis kitérőt. Oh shit. Hol van a cucc? Odafönt, bazeg. Azt hittem, kicsit hamarabb összeszedem. Oké. Okay. Nagyszerű. Egy újabb kis... az pont kerebrimbor volt ugye a kalapácsával a képen. Jaj! Ó, az igen, no fall damage. Jók vagyunk. Find the vision artifact, oké, okay, megyünk. Arra fele levághattam volna az utat, de mindegy. Oké, okay, arra megyünk. És megvan. Na, mit mutat nekünk? Ez az artifact. Ah, az egy tiara. Egy elf tiara. Cool. Nagyon jól néznek ki az effektek. Meg ezek a kis átvezetők is. Ó, oh, kerebrimbor. Ez a tiara volt a fején. Van a családja. És ő minden bizonnyal Sauron. Még elfként. Érdekes őt így látni. Őktől kaptuk ezt a Mithril kalapácsot. Nice. It is so fine a gift. Nice. A gyűrűt keresi rajtunk. De hát az hiába, ugye nem a miénk. Ó. Oh. Why do we chase these dreams? They offer no answers, only more questions. These are not mere dreams. With each vision, my power grows stronger. Okay. Te kis behízelgő görény vagy te. Oké. Okay. Tehát kapom majd még tőle küldetést. Ugye ezekkel a küldetésekkel, mint ahogy Kerebimből is mondta, egyre nő az ereje. Ó, oh, shit, de utálom ezeket a szurkokat. Ghoul. Remek. Ó, oh, igen, és ezeknek nem lehet kivédeni a támadását. Viszont nem is sebez túl sokat, de mint láthatjátok, éppen elegen vannak. Úgyhogy... Flash mob! Ah, shit, sokan vagytok! Holy moly! Ó, oh, nem ezt akartam nyomni, de mindegy. Ej! Basszus, mennyien vagytok! Holy shit! Defeat ghouls! Mindet! Oh my lordy, lú, de sokan vagytok! HP az már kezd egy kicsit parás lenni. Molly! Ugh! Jesus! Fogjatok el! Mi az HP? Csi! Oké, okay. Holy shit! Lezabálták az életerőmet! Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Á, utálom ezeket. Akikkel nem lehet normálisan face-to-face küzdeni, azokat nem csípem. Jeez. Ha, na jó. Ez a küldetés is ki van pipálva. Ez igazán fantasztikus. Na, még egy gyorsat szerintem be tudunk iktatni. Mondjuk, hol is vagyunk? Itt vagyunk. Nézzünk még egy confrontation-t a mániákus akárkivel. Ezeket a neveket egyszerűen képtelen vagyok megegyezni. Ugye ezek a gúlok csak éjszaka jönnek elő. Úgyhogy ha nem muszáj, akkor éjszaka nem nagyon akarok küldizni, de... Jelenleg most nem számít a történet.
Ezt is meg akarom nektek mutatni. Lesznek majd nagyobb féle gúlok is, akik igazán oda vágnak sebzés terén. Ó, oh, Rangers Reading Primer. Hol van a lenyomat? What the fuck? Ó, oh, oké. Okay. Oh. Nice. Upgrades. Látszik, hogy oh yes, kinyílt ugye a Red Flash nekünk. Amit az előbb a ghouloknál bemutattam, és van elég lóvink egy fejlesztéshez. Akkor talán beiktatjuk a bót. Oh, wait, what? Identify. Kicsodál. Fogom the med. Igen. Minden sebzésre érzékeny, tehát a stealthre, a combatra is, a rangedre is. A szörnyekre is, továbbá fél a szörnyektől és fél az égéstől. De a gúlokat utálja, tehát erősebb lesz, ha gúlokkal találkozik. És wow! Ambusher, tehát stealth attackot nyomott ellenünk. Ez érdekes. Néhány karagor. Ezek itt minket észre fognak venni, úgyhogy... Nyomassuk a küldit, csak így berásoltunk érte. Jó. Horse of the Maniac. Őnek is ki kell nyírni az öt követőjét. Elég bedesz a csávó azokkal a shoulder armorokkal. De nem annyira bedesz, mint mi. Még ott maradt kettő follower. Jó. Te? Ah, shit. Ó, oh, oké, sebezhető távolsági atakra. De úgy látszik ez egy heavy. Tehát stunolni kell, hogyha valami komolyabb damage-t akarunk neki betolni. Illetve nem is heavy, hanem berserker, bocsánat. Ugye két weaponnal tolja is, hogyha meg akarjuk fogni, akkor valószínűleg átdob minket. Aha, ó, oh, hey, god. Hát egyszerűen csak red stunolni kell, aztán megbögdösni, mikor már úgy van. És általában úgy van. És nyomunk neki egy combat finishert, aztán elkapjuk. És... drain... yeah! Ha piros félhold telik be a drainnél, és nem fehér, akkor az a drain az ki fogja nyírni az orkot. És egy újabb golden rúna. Combat brand közben visszakapunk 4 elf shotot. Annyira nem egy nagy szám. Hey, hi! What are you doing? Aha. Hey! Nope. Oké. Okay. Ők ide nem kellenek. Tőlük is elbúcsúzunk, ő pedig a fejétől. Imádom, ahogy ilyen gyorsan lehet váltani a targetek között. Heh. Really? Visszakapunk némi elfsatot. És ha drainelünk még egyet, akkor az meg bár kinyírja az orkot. De ha elég kevés HP-ja van, akkor az első drainre is el lehet intézni. Na jól van. Elméletileg itt van egy Intel. Azt hiszem fönt lesz. Oh, az íjásznál van. Na nézzük, mit tudsz. Azt mondja, hogy őről ami nem tudunk semmit. Tugok the Stout. Huh. Itt a Combat Struggle. Akkor nézzünk egy újat. Oh, Azgrom. Igláj. Sas szemű Azgrom. Akkor ez valami távolsági csávó a crossbowból ítélve. Na jó.
nem jelentett különösebb nehézséget. Ez a jutalom az infóért. Oké, okay. Ability pointot is kaptunk. Nagyszerű. Ott megy a parti a karagorokkal. Itt egy ijász. Oké, okay, csináljuk ezt meg szerintem. Ez van már csak hátra ezen a régióban, úgyhogy... Na, ő most hol látott meg minket? Az ablakon keresztül? Never mind. Nem számít. Thank you, Ranger. Thank you. Szóval. Ja. Egy újabb íjászos küldi. Kill 5 uruk with arrows at close range. Egy percen belül. Mennyire close range kell? Ez így jó? What? Gyere, gyere, gyere. Az így elég close? Oké, okay, elég close. Hi everybody. Oh! Hú-hú! Az éppen, hogy óhú! Főttem előttük! Wow, ennyi volt a küldi? Oké. Okay. Na jó. Mi van még itt hátra? Hát igazából nem sok minden. Itt van még kettő küldés. Wow, mi ez? Vendetta? Hó, erre nem emlékszem, hogy ilyenek lettek volna. Meg kell bosszulnunk Kerliki halálát, avval, hogy megöljük Rugdug Metal Beatert. És ez egy 10-es power szintű. Ez érdekesnek tűnik. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki, talán még van rá időnk, bár elég messze van, úgyhogy... Apa. Igyekszem gyorsan odaérni. Mindenféle trükköt böltünk majd, de az a baj, hogy meg kell kerülnünk ezt a bazi nagy hegyet is. Akkor esetleg egy gyors utazást be tudnánk iktatni? Mondjuk, I don't know, ide? Fast travel. Innen talán egy kicsit közelebb lesz. Nem emlékszem erre a fajta küldetés, erre a vendettára. Pedig biztos, hogy csináltam, mert kipróbáltam mi... Oké. Okay. Other players! Ezért nem emlékszem erre, mert mikor ezt játszottam, akkor még nem voltam online. Tehát egy másik játékos meghalt ott, és ezt én megbosszulhatom. Nice! Végre egy kis multiplayer móka. Multiplayer, ez azért erős túlzás, hogy multiplayer, de egy mini kooperatív dolog. Oké, okay. Akárki is voltál, megbosszullak. Megbosszuljuk a halálodat. Vendetta, nice! És 10-es szintű kapitány ellen, akkor valószínűleg a kapitány ölte meg. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt erős ez a kapitány, és hogy mitől halt meg ez a játékos. Azt hiszem, utána jön néhány karagor, ugye? Oh shit! No. Blazing through. A karagorok erről nem is nagyon lehet elmenekülni azzal, hogy fölmászunk, ugyanis utánunk tudnak ugrani. Yep. Vendetta. Érdekes. Itt is van. Viszont azt hiszem van egy ability-nk. Nem, még nincs ability-nk. Jó. Már 3 pontunk van, de ability-nk még nincsen. Oké, kinyitottunk egy újabb runát az íjunkon. By the way, kicsaszett jól néz ki ez az íj. Egyelőre betesszük ezt. Aztán a törhöz. Ja, nem tudunk mást. Oké. Elsett kombatban. Jó. Az most annyira nem lényeg. Na gyerünk! Vendetta. Toljunk egy ilyet is. Ki ez a dagi? Power 14! Ó! Oh. Oké. Okay. Minél erősebb, annál jobb runát kapunk tőle, úgyhogy szerintem nem lesz nagy probléma. Bonus objective complete within 5 minutes. Ó, meg kell találni a csávót. Ez már egy kicsit érdekesebb. Simán ráérünk szedegetni közben nyavajákat. Ó, oh, journal entry. Madárkám volt a... Oké. Okay. És akkor a tőrünkre fábígyeztünk még egy izét. Jó. Tehát meg kell találnunk ezt az ugdug-mugdugot. Akárki is legyen. Ezen a területen belül. Hát ha Wrath formával futunk, akkor ugye automatikusan ki ott van. Rugdug. Fear of Grogs. Damaged by ranged attacks and damaged combat finishers.
viszont stealth-ben nem tudjuk megtámadni. Charge Attack, Quick Turn, Wrecker, Battle Hardened, Monster Slayer, hát van néhány erőssége a csávónak, de távolsági atakra érzékeny, és közelről meg tudjuk sebezni a combat finisherre. Szerintem nem lesz ez a gond. Arra kell figyelni, hogy ne tudjon ránk charge-olni. Ha, az érdekes. Néhány headshotot azért még beintézünk neki előtte. Csak így a móka kedvéért. Bakker, mennyi mindenki van itt. Oj, wait. Fire. Azaz. Ezt elintézzük még mielőtt. Ah, mindegy. Háj! Hallom, tönkrevágtad az egyik haveromnak a napját. Az egyik Ranger pajtinak. Ó, barátom. Te nem vagy túl Battle Hardened, hallod-e? Na gyertek! Toljunk egy partit. Van azért elég guard mellette, úgyhogy óvatosan kell majd eljárnunk ezzel. Op, Space Bard! Oké. Okay. Föl kéne, gyúrni a combat finishert. Wow! Nem lehet stunolni sem. Na, ez érdekes. Shit, ezt benyaltuk. Oké, most már értem, hogy miért ölte meg ez a másik rangert. Ugye, van vele néhány szemétláda, aki megnehezíti a napunkat. Őket most elimináljuk lehetőleg. Oké. Ugye itt a probléma azzal van, hogy túl sok guard veszi őt körül. Space! Space! Gyere, pajti! Most már egyedül vagy pajzsos. Nem, még kettő pajzs van. Oké. Őt egy kicsit lebénítjük, amíg eltakarítjuk az ellenfeleket. Karabinból, köszönöm szépen. Ott egy combat finisher, és már le is kaphatjuk, és... nem őt kapjuk el, hanem... Őt kapjuk el. Ezt ledaráljuk. Nem. Hova? Hova akarsz menni, barátocskám? Mert csak most kezdtük el a partit. Nem mész sehova. Fuck. Nem már ez most komoly. Elmenekül? Nem menekülsz sehova. Nem menekülsz, barátocskám. Azt mondtam, hogy bosszú... what? Fénylik az arcod, nagyon sokára vagy. Ugye ez lesz egy quick time event, amit nem szeretek túlságosan, mert... Holy moly! Megvan a vendettánk. Akárki is voltál, bosszút álltunk, érted? Te mit akarsz még itt? Szűnj meg! Úgyhogy... Bár kicsi az esélye, hogy nézed a videót, de bosszút álltunk. Remek. Oké. Nice. Na jó. Kaptunk pontot is, kaptunk lóvét is, kaptunk rúnát is, úgyhogy jók vagyunk. Hát ennyi fél bele mai epizódban, srácok. Remélem, hogy elég sok mindent meg tudtam mutatni a különböző küldetésekkel kapcsolatban. Ha tetszett, és úgy érzitek, hogy megérdemlem, dobjatok egy lájkot. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok!